Sziasztok, ez itt újfent a játéktárolat, ezúttal visszamerünk 11 évet az időben, 2002-ben, és ez gyakorlatilag egy retroadás lesz. A Heroes of Might and Magic méltán negatívan híres. Negyedik részt tudtam be nektek, aminek viszont vannak pozitív elemei, és ezt fontos megjegyezni. Láthatjátok a térképet, amely egy AL 3D, egy AL izometrikus 3D takar, és sokkal másabb képet nyújt valamelyes, mint a harmadik rész. Teljesen 2D-s képe, de ezen kívül a színek is sokkal színesebbek, változatosabbak, mesésebbek, az egész hangulat egy kicsit mást ölel át, mint a sötétebb tónusú harmadik rész. Nézzük meg, hogy mi maradt és mi változott. Gyakorlatilag a városképernyő az maradt, amilyen volt. Itt alul is tudunk venni most embereket, gyakorlatilag még könnyebb vásárolni most el embereket, mint a harmadik részben, tehát irányítatóságbeli és kezelőfelületbeli szempontból vannak pozitív részei, például itt is a játéknak. Itt láthatjátok, hogy mennyi mindent lehet a listánról is csinálni, amely hasonló a Heroes 5-ben is felderengett később. És ami nagyon tetszik, hogy ugye itt a piac is átláthatóan a karavának, amelyek egyébként teljesen újdonságot mutatnak ebben az epizódban. Fel is tudunk állítani karavánokat, mint például itt a külső lényvevő helyek közül párat elfoglaltunk, és akkor abból mi be tudjuk állítani, hogy mikor jönnek a lények a városunkba. Ez egy nagyon-nagyon jó újítás, amely például értetlen módon nem szerepelt a Heroes 6-ban. Persze ott máshogy megoldották, de szerintem ez is egy nagyon jó megoldás lett volna. De a Heroes 6-os is egyébként egész jó. A Heroes 5-ben nem szerepelt a rabból sajnos, viszont a kiegészítőből berakták, ha jól tudom. Ha jól emlékszem, de már régen játszottam vele. A rabokat is meglátogathatjuk, hiszen az ellenfelek hősei ide kerülnek be, hogyha megöltük őket. Ez is egy jó dolog, és a Heroes 6-ban gyakorlatilag bárki bármikor, ha van pénze, visszaveheti a hősét. Így az elvesztésen nem okoz akkora nagy problémát és akkora traumát a játékosnak, mint mondjuk ebben a részben vagy a harmadikban. Lényeket ugye külön is tudunk tuborozni, illetve itt is. És az épületeket pedig ugyanúgy meg tudjuk venni a kösikázában. Az épületek gyakorlatilag szintén ugyanazt a metódust követik, amelyet a Heroes 3-5, valamelyest a 6 is. Városházával pénzt szerezhetünk, növelhetünk bevételben. Citadellával városfalat húzhatunk, illetve árkot a város köré. Viszont itt nem növeli a Heroes 6-val például ellentétben a lény szapulat számát. Ez most ugye a barbár nép és barbár város, ezt gondolom látjátok, és ennek megfelelően amit valószínűleg szintén a Heroes 6 innen lopott, idézőjelve a saját magától a sorozattól, és speciális épületeket találhatunk. Ez egy erősen olybá tűnő feature jellemző, mert biztos, hogy a Heroes 6 egyik elemét is képzi, hiszen ott láthatunk, választhatunk ugyanúgy két-két épület közül, két-két úgymond városi szinten, hogy melyiket akarjuk még speciális népbeli tulajdonságot fejleszteni. No, ebben ilyen ugyan nincs, itt nem válogathatunk, így gyakorlatilag mindent megcsinálhatunk, megcsinálhatjuk a távolsági és a közelharci támadást növelő épületet, illetve a védelmet növelő épületet, és a mágia csillapítót, amelyet 10%-kal növeljük az ellenállását a hősnek, illetve a lényeknek, mágia ellen. Kocsmát ugyanúgy vehetünk minden Heroes-ba, ez se változott. Ahogy fegyvertár viszont eddig nem volt, ugyanis itt vehetünk igazából alapvető lötyiket, varázsitalokat, gyógyitalokat, illetve hatalmassági talált, amely egész hasznos ebben a játékban, és különböző artefaktokat, amelyek igazából az alap kategóriába tartoznak gyakorlatilag, tehát ne számítsatok hatalmas különbségekre, hogyha mondjuk megvesztek egyet a hősöknek. Láthatjuk az értékeket is a lényeknél, ugyanúgy, mint a Heroes 6-ban, ezt is kicsit innen vette, tehát ezért is mutatom meg nektek igazából most a 4-et, mert egyrészt a 4. részt még nem vittem végig, ellentétben a 3-mal és az 5-tel és a 6-tal alapjátékkal. Másrészt azért akarom nektek bemutatni, mert nagyon sok a Heroes 6-beli hasonlóság, itt a következő, a speciális skillek, amelyek erősen speciálisak, ellentétben mondjuk az 5-tel, és hát egyáltalán nem voltak megtalálhatók a 3. részben. Itt és a 6. részben nagyon hasonló utat követnek. Mindegyik lénynek
pontosan az ő rá ható speciális képessége van, nagyon minimális az, hogy egy-egy képesség más lényén is megjelenik, de ha meg is jelenik, általában sokszor neutrál lényeken tűnik újra fel, az, amit mondjuk itt láthatunk. Most csak egy példának mondtam. Tehát eléggé egyediek ettől a lények, és mindegyik konkrétan sokszor mást is tud teleportálni, tud életerőt szív, hát mint eddig is, csak most sokkal, vagy távolsági támadással bír, sokkal egyedibbek viszont a különböző háttérszkillek, tehát például Kentaur közelharcban ugyanannyit szivat gyakorlatilag, mint egy rendes közelharci egység, tehát igazából közelharcban is jó, míg mondjuk távolságival sajnos csak felét sebzi, messziről, közelből természetesen teljes sebzésre képes. Ez az jellemző sok távolsági lényre egyébként ebben a játékban, hogy csak felesen szivat, csak egynegyedesen, és ezt ki is jelzi a játék át, hogy basztam a hárommal, ahol maximum csak egy áthúzódó nyíl, vagy ilyellel láthattuk ezt. Láthatjuk a különböző értékeit, fontos, hogy ebben a játékban szintén egy újításként, amelyet átalakítva, de átvehet a hatodik rész is, láthatjuk azt, hogy új stat adatok vannak, vagy jellemző fő érték adatok az adott lényeknél és a hősöknél is. Van egy támadás érték, amely egyértelmű, gyakorlatilag a damage. Van egy védekezési érték, amely, ugye, hát a védekezésre számol. És ugyanúgy a életerő, itt ez a konkrét sebzés, ez meg ugye a támadási érték. És a lépésszám. De ami nagyon fontos, hogy ezeket a lényeket viszont befolyásolja a hősnek a különböző értékei. Van egy ilyen, hogy közvetlen támadás, közelharc, esetleg módosító, vagy akadok védelem. És van egy ilyen, hogy távolsági védelem, tehát eddig ilyen nem nagyon volt, hogy külön vették a kettőt, és ezek hatnak a lényeinkre és az egységeinkre, attól függően, hogy az éppen az egyik mondjuk távolsági, a másik közelharcos, ugyanis ugyanígy van sebzésmódosítás, ugye, amit az előbb is mutattam, közelharcra és távolságra. Természetesen ezek, amelyeket most itt láttok, leginkább egyébként a hősre jellemzők, de hogy a Heroes 6-ban is azért az sem mindegy, hogy hány szintű hőssel mennek, kalandoznak az egységeink, és hogy milyen az ő értékrendszere, az értékei, ugyanis ha magasak, akkor a védelme is jobb lesz a lényeknek, a támadása is jobb lesz, és ugye nem mindegy, hogy mondjuk távolságit viszi magunkkal, vagy közelharcit. Ez megint egy olyan újítás, amely a Heroes 6-ban van jelen, csak kicsit átvariálták. Ők ugye távolságit nem szedték szét, és a közelharcot, hanem a szimpla távolsági plusz közelharcot egybevették, és különvették a mágikus védelmet és mágikus támadást. De a szisztéma hasonló és ugyanaz. Tehát ez az, ami megint ugyanazt a hatást kelti majdnem bennünk, amit a hatban láthatunk, és ilyenkor lepétetnek meg sokan, hogy a sorozat legrosszabbnak tartott részéből mennyi elemet vettek át a legutóbbi időkben, és lehet, hogy egyes elemei még a hetedik részben is jelen lesznek, ki tudja? Az artifakt, artifakt tapasztalat, a pontokat pedig itt láthatjátok. Itt láthatjuk a spell pointokat, tehát a varázslatpontjainkat, a meneteléseinket, hogy mennyit mehetünk a kalandtérképen, illetve azt, hogy mennyit lőhetünk el a csatában. Hányszor lőhetünk egy csatán belül, fontos megjegyezni. Nagyon nagy újdonság, hogy állítgathatjuk azt, ami még aztán a többi játékban így nem is volt jelen, hogy milyen szorosan lennek egymás az egységeink a csatában. Ez egy elég jó jellemző. Itt láthatjátok a skilleket. Ezek a skillek azok, amelyek biztosítják azt, hogy az adott mágiákban, amelyből ebben a részben gyakorlatilag 60 halál, bocsánat, 5 halál, káosz, természetmágia, rendmágia és életmágia ág, melyiket akarjuk majd fejleszteni szintlépéseink során. Közben hallhatjátok egyébként a csodálatos zenei motivumokat és dallamokat, amelyek a sorozaton belül az egyik legjobb részét képezik a franchise-nak, vagy ennek a szériának, ugyanis a negyedik részt, ha sokan utálják is a zenéjét, még ők is imádták. Nem is értem, miért nem folytatták kicsit ezt a stílust egyébként. Romeroék a többi szám is jó, tehát az 5-ből 6-ból is tudnánk mondani meg annyi emlékezetes tételt. De a negyedik része, amely talán a legtöbben rendelkezik, amely fülvet mászik teljesen, teljes erejével, és emlékezetessé válik. Sokan még a harmadik, ötödik rész alatt is ezt hallgatják. Ezt tapasztaltam. Ez a kalózos, kalandos feeling, nagyon ebben a részben jön el leginkább ez a kalandos feeling, ez a fantasztikus, kalandos, harcos, kalózos életérzés, ha lehet így fogalmazni.
Nem csoda, a hangszerek változásai is látszódnak, tehát nem úgy azok a hangszereket használják, mint az 5-ben és a 3-ben, ez annyira látszik. No, de térjünk vissza a skill rendszer. Fontos, hogy 5 szintje van a skilleknek, ellentétben, ha bocsánat, a harmadik és ötödik része. Itt már ugye 3 helyet 5-et találhatunk, és fontos megjegyezni, hogy ahogy fejlesztjük az ágakat, mágiákat, úgy nyílnak meg majd előttünk a Mage Guildekben az újabb erejű varázslatok, újabb szintű varázslatok. Tehát ezért fontos, hogy megmenjen az adott mágia, vagy akármilyen életmágia szint. És melléjük pedig 3-4 gyakorlatilag módosító skillt tudunk fejleszteni, szintén 5. szintig, nagymesteri szintig. Gyakorlatilag az alap mágiák azok nem a legeslegerősebbek, de azért már azokkal is lehet ütközni a játék elején, az adott pálya első felén. Természetesen most ebben ez a kiegészítő egyébként konkrétan a Gathering of Storm című kiegészítő 4-nek, és ez már egy talán még nehezebb fokozatú játékot kíván Heroes 3-4 rajongóitól, ugyanis igazán nehéz kihívások vannak ránk. Itt láthatjátok az erőbeli skilleket, illetve az egyéb taktikai és egyéb skilleket. Nagyon sokféle skill van egyébként, talán ebben a részben van a legeslegtöbbféle, akkor azthatok így, én úgy vélem, hogy nagyon sokféle van, és hát mivel 5 szintre tudjuk fejleszteni őket, így van mit fejleszteni, van mit szintet lépni. Itt láthatjátok az alaptaktikát, amely egy kicsit más módon taktika, mint az 5 és 6. részben láthatjátok, de ez is mindenképp egy nagyon hasznos opció. Gyorsságot növelő lényeknek, illetve kell a többi haladó, tehát második szintű fokozatú skillhez is. És itt láthatjuk a segéd skilljeit úgymond, tehát a morál növelét, a támadás növelőt. Itt pedig a nagyon általános haladó a harc és támadási skilleket láthatjátok gyakorlatilag. Amelyeket most nem fogok elmesélni, mert azért látjátok ki van írva, mert így is elég sokat beszélek. Itt láthatjátok azt konkrétan, hogy 12-szer tud lőni egy csata során. Violet, mivel ilyen neki van íja, de alapból is tudott lőni, ugyanis hogyha felfejeztük, vagy bocsánat, hogyha megvan az alapíjánszat, akkor már tudunk lőni. Keveset szivatunk, de a lehetőség adott. Természetesen növelni tudjuk ezt például nyilakkal, ípuskákkal, számszegélyakkal és egyebekkel, íveszőkkel, mit tudom én, ezeket később meg lehet szerezni artefaktokkal. A játékban 6 kompány kapott szerepet, ahogy az alapjátékban is egyébként, csak itt a kiegészítőben, Gathering Stormban több elemét kell szedni egy-egy nagy varázstárgynak, a 6 hőse, hogy nehogy a gonosz fő ellenfél megszereztesse előttük és használhassa. Tehát itt úgymond egyé válnak a sztoriágak, míg a negyedik részben teljesen különálló voltak. A Heroes 6 pedig próbálta ezt gyakorlatilag vegyíteni, de ott is hasonló szisztéma az alapjáték nagy részén. Külön álló történet szálak vannak, amelyek a vége felé egyesülnek, tehát gyakorlatilag a Heroes 4 alapjás történetének metódusát kevert a Heroes 4 kiegészítőjének metódusával. Tehát itt is annyira látszik szerintem a hasonlóság valamilyen szinten. Hogy ez most direkt vagy véletlen, az döntsétek el. A Heroes 4. részének egyébként a történetét így a második, harmadik helyre teszik sokan a sorozatból, tehát történetileg is egy egész erős részt láthatunk. Amely hatalmas változás volt ebben a sorozatban, a negyedik rész esetén az az, hogy a hősökkel harcoltunk a csatával, ezzel sokan tudjátok. És most mindjárt meg is fogok nektek mutatni egy nagy csatát, itt azt látjátok, hogy a megszokott nyersanyagok jelen vannak. Ahogy a Mage Guard, azt lehet, itt nem mutattam, mert ugye nincs ebben a várban, ebben a barbár népen. De mivel most itt jelen esetben van egy vicces mondó rendmágiás, rendes hősünk is, ezért tudunk varázsolni azzal a hőssel, ugyanis szerzett egy ilyen minden első szinti varázslatot tartalmazó tanítványkészi könyvét, és ezzel azért megoldható az is, ugye hát ez a több Heroes-ban jelen volt, hogy nem kell minden Mage Guard-ot még felépíteni. Ugyanis itt egyébként úgy van ebben a játékban, hogy a Mage Guard-ok külön mágia ágakra vannak osztva. Tehát az élet népnél gyakorlatilag csak, és fel is veszem nektek azt, hogy megmutatom, csak
rendmágiát tudunk használni, ezt mindjárt látni fogjátok. Itt jobb oldalt láthatjátok a menürendszert, ugye ez a megszokott igazából a menü lehetőség, itt pedig a hatalmas információ halmaz, ami vár rátok. Küldetés információt. A birodalom áttekintését, ami szerintem eléggé jó lett, tehát ez az egyik legjobb. Átlátható, egyszerű és nagyszerű. Küldetés naplót, láthatjátok a naplózásokat. Piacot itt is elérhetjük, kint is, és a hatalmas jó, és a tolvaj cél. Ez a legjobb újdonság a híroznék, amelyben máig a legjobb a sorozatban. Konkrétan statisztikai grafikonokon láthatjuk azt, hogy ki hogy áll. Bármikor, bárhol. Napsütésben, éjszakában, vagy hatalmas záporban. Ugyanúgy, tehát tökéletes. Ez ennél jobb tolvaj cél rendszer, ami ugye volt máshogy a háromban, kocsmákban, illetve külső ilyen helyeken, de máshogy nem. Ennél jobb ilyen rendszer nem volt szerintem. Kereskedelmet is nézhetünk, világtérképet, kicsiben. Puzzle-ben, ugye puzzle azzal tudunk az orákulumot meglátogatni. Ezek ilyen különböző helyek, amelyekből puzzle-t tudunk kirakni, hát ez már a nagyon régóta van, a Heroes 2 óta. Ugye, amelyel gyakorlatilag egy ilyen fő tárgyat tudunk előhozni, amelyel hatalmas erőnyre teszünk szert. Vénynövelő, pénznövelő, bevételnövelő, nyersenyegnövelő. Tudammen, egyszerre. Kincset kiáshatjuk, ugye ezek kellenek a megtalálása ezeknek az orákulum szoboroknak, hogy szálljon a puzzle, szálljon a kép, és a kincset kiáshassuk. Itt megnézhetjük a karaványainkat, és hogy éppen melyik, mikor érkezik be, ez is nagyon jó, tehát nagyon-nagyon jó dolgok vannak. Itt láthatjuk a föld alattot, hogy van-e, most nincs. Itt a varázslatainkat, amelyeket kint a karanténképpen használhatunk. Itt pedig újra a piacot láthatjuk, itt pedig a birodalmat újra kívülről meg tudjuk nézni, hogy milyen, hogy állnak a nyersanyag és arany készleteink és a bányák és az egyebek. Úgyhogy ez egy olyan felhasználó barátabb megoldás szerintem ezekre, amelyek vannak már régóta és még lesznek is a jövőben talán a híros sorozatban, amelyet érdekes, hogy nem vettek át. Még ezek nagyon-nagyon-nagyon jól láthatók, ezzel a feladatot alkottak szerint, véleményem szerint. Itt is vagyunk a rend népének egyik városánál. Most láttuk egyébként közben egy kis kincses láda hatást, az a megszokott Heroes 2-3 óta ismert metódus, arany vagy XP. És XP-t használok, vagy választok, és így láthatjátok azt, hogy most például haladó rendmágiával fogok tudni használni másik szintű varázslatokat. De most mutatom meg nektek azt, hogy itt található a mágia intézet, amely csak is rendvarázslatokat tanít meg nekünk, tehát ez a fontos változás az előző vagy a későbbi részekhez képest is. Ezen kívül van egy másodlagos lehetőség minden varázshősnél és varázslat népnél, tehát amely nem barbár nép, azoknak mindig van egy másik lehetősége is. Itt jelen esetben nekromanta varázslatokat, tehát a halál varázslatokat használhatjuk, viszont a fai képesség itt előjön. A papikanytára még plusz 2 varázslatot tudunk kapni első, másik, harmadik szinten. Vagyon egy darab varázslatot a negyedik, ötödik szinten, mind a két mágikus Mage Guard esetén. Ez nagyon fontos dolog ennél a várnál. Ezt a zenét is természetesen Paul Anthony Romero csinálta. És nagyon jó lett, és egész hangulatos. Ezen kívül a hatalmas nagy újdonság az ebben a negyedik részben, amely egyik részben se jött elő korábban és később se, amely viszont elég negatívan hatott itt ki, hogy választanunk kell a gyakorlatilag a második szintű lényektől, bár itt nincs olyan szkálázódás három nagy szintben, mint a hatban, de választanunk kell, hogy például gólemet vagy mágusokat hozunk létre. Az első két lénylelőhely, az megvehető mindenhol, de a másik szinten már választanunk kell. Most például mágust vettem. És itt nem mindegy, hogy mit választunk, mert például ez egy erős közelharci egység, melyre gyengén hat a mágia. Ez viszont egy mágikus egység, amely nagyon gyenge életerőben, védelemben, viszont messzire mindenféle mágiát tud használni. Mérgezés, csontváz létrehozás, stb. Mindenfélét lehet vele csinálni. Tehát nagyon nem mindegy, hogy mit választunk ki, és ez valamilyen szinten pozitívum, valamilyen szinten negatívum, én azt mondom, hogy azt kellett volna csinálni,
hogy itt még két ilyen kétszer-kettes épületet kellett volna csinálnunk, mert ugye is kevés a lény, és 5-6 féle lény lehet a hét helyett, és még legalább egy kellett volna egy minimum. Hogy gyakorlatilag 5 lény lehet, igen. Hiszen ugye mindig választanunk kell, és az nagyon kevés a hét helyett. Ez egy nagy negatíva volt még a játéknak. Kívülről ugyanúgy látszik, hogy változik a város, bár nem olyan drasztikusan szerintem, mint a 3-ba, vagy főleg az 5-be, 6-ba. Tehát ezt azért már jobban megoldhatták volna, véleményem szerint. Most visszamegyek a... az előmutatott pályára, és láthatok egy nagy csatát. Fontos megérezni, hogy ebben a részben a lények tudnak mozogni, ha mi is engedélyezzük kampányok előtt, pályák előtt, mert egyébként ki lehet kapcsolni. Minimálisan tudnak elvileg mozogni, tehát nem az egész pályán egy-egy mindegyik lény természetesen, hanem egy bizonyos körzetben belül. És azt láthatnátok, hogy itt az imp, amely később is meghatározta azt a jó szokását, hogy gyakorlatilag elszívta a manáját az adott hősnek. Ez egy mágikus hős, tehát eléggé fájó, főleg a játék elején, amikor még kevés az, az felpoint. Na most lövöldözünk ezzel a hőssel. Hát onnan szívhatja a másiktól. Ezt a karakter például nem is tudjuk én irányítani. Ez a dühöngő, ez egy eléggé új karakter a Hero szérián belül. Viszont kétszer üt, tehát mindenkinek megvan a nagyon érdekes új tulajdonsága. Legalábbis a 3 az 5-hez képest mindenképp. Tényleg ilyen 6. rész veteket szerintem ilyen szempontból a skillek terén, illetve a tulajdonságok terén. Most fogok használni egy Szent Szót, amely eléggé olcsó és nagyon szivatja a halott lényeket, tehát a nekró lényeket, amelyek ebben a részben, mint azt most is láthatjátok, ezek is nekró városhoz tartoznak, összelettek valakva egy várba. Ez is egy elég nagy negatívum ennek a résznek, hogy tehát az Inferno és a nekró várat egybe raktam. Emiatt csak 6 várunk van, szerintem valami sok, így hát a 3. részben lehetett 8 féle várat, népet választani, itt ezt már nem valósíthatjuk meg. De mindig jobb a helyzet, vicces módon, mint a 6-ban. És ebben a játékban látjátok, támadáskor közelházva egyszerre támadnak, visszatámadnak, de szinte egyszerre az ellenfelek, ez is egy újdonság. Sokaknak ez is negatívum volt, én nekem sem nagyon tetszett, mert gyakorlatilag nem lehet veszteség nélkül megcsinálni egy harcot emiatt. Viszont a Heroes 3 és az 5-nek is olyan szar volt néha az a tulajdonsága, hogy az ellenséges agyit. Tehát az ellenséges agyit nem tudják kihasználni, mert itt vagy túl sokat lép, vagy odarepül, vagy eléggé okos ahhoz, hogy ne csinálja azt, mint az előző részeknek, hogy egyebünk sem van még. Szétszedni pedig itt ebben a játékban nem nagyon érdemes a karaktereket, főleg a játék elején, de később sem már nagyon, mert hely nem lesz egyszerűen. Tehát ez pozitívum valamilyen szinten, de negatívum is összességében. Azt láthatjátok itt kékkel most, hogy merre mennyit léphetünk, és egy jó dolog, és nem annyira feltűnő úgymond, mint a 3. részben. És például ilyen szatot én is ellenőrzést fogunk fejleszteni. Itt láthatok egy külső lényvevő helyet. Most ez hozzáadódott a városban karaván által elérhető másikhoz. Így most mind a kettőből tudunk szerezni. Szóval ezek az újdonságok, amelyek megosztották a közönséget. De én azt mondom, hogy nagyon sok jó dolog van benne, amelyet viszont ha polírosan már megújítva, meg kijavítva raktak volna be a játékba, akkor sokkal jobb lett volna. Ilyen például a hős fejlődés, a túlerősödés, amelyet sokkal lejjebb kellett vinni, lejjebb kellett volna vinni és kicsit egyensúlyba hozni. Ilyen a kevés ártibus, a kevésebb lény választási lehetőség legalábbis. Amely egyébként, ha már több városod van, már jobban, ha tisz, akkor már gyakorlatilag 8 lényet is lehet, 8 féle. De akkor azért nagyon úgy kell fejlesztenem. Hát gyakorlatilag arra kell menni, amely lényt és épületet akartok, és mindegyiknek sokszor más minden pre. Ha is mondják ezt hirtelen, most angolul nem tudta eszembe, de minden előfeltétele van. Prekoncepció előfeltétele, előjárója, vagy épület, vagy
különleges nyersanyag, stb. És emiatt akkor lehet, hogy nehezebben fogsz fejlődni, és néha a második lehetőség lényépület valós drágább valami is, mint a másik. Lehet jobb is annál annyival körülbelül, de viszont nehezebb összeadni. Szóval megvannak itt a negatívok, pozitívok ugyanúgy. Az 9 szerintem az a 6 mellett az egyik legjobb, ugyanis nem a szerencsém múlik, a 3 és az 5 a szerencsém múlik. Vagy az artefaktok is teljesen a szerencsém múlnak, szerintem a 6-ban és a 4-ben azért, ha nem is tudtak artefaktok terén 100%-os egyensúlyt elérni, de közeledtek felé, ellentétben a 3-mal is azért, ahol mind az artefaktok, mind a skillek totál útrik voltak, és hogyha valaki egy erős artefaktot szerzett, amely nem videó volt ritka 3 és 5-edik rész esetén, akkor az alanyan elhúzott. És itt azért ezeknél a játék nem annyira ez a helyzet, és a skillt pedig szinte te választod meg a 4-be is félig meddig, mert változatos a skill rendszere, egyértelmű, és 5 szint van, tehát nagyon kötött húzni az adott ágat, vonalat, amelyre haladni akarsz mágikusan vagy erőben. A 6-ból pedig teljesen te választasz. Tehát ilyen szempontból megint pozitívumot láthatunk. A zenéje játék tényleg az egyik legjobb, ezt hallottátok, meséltem már. Viszont ami nem a legjobb, hogy a harcrendszer ugye alulról fölülnézetűvé vált, vagy ilyen oldalassá, izometrikussá, és ez nagyon nem ért be sokaknak is, nekem se. Nehezen átlátható, sokszor logikátlan, vagy hát legalábbis annak tűnik már átlósan lép az ellen, és néha tovább lép egy picit, amit gondolnád, mert ugye átlósan állnak is amiatt. Nagyon sok gondja van ennek, illetve egyszerre ütnek a lények, ennek megvan a pozitív, amit említettem, és a negatívum a kampányok története egész jó, viszont nagyon nagyok a pályák, nekem már szinte túl nagyok, ez sokaknak negatívum volt régebben. Illetve kevés, ezt már mondtam is, ugye a várszám, a létszám, és nagyon erősek a hetedik szintű lények. Tehát ebben is a hatodik részre hajaz a negyedik rész, hogy nagyon fontosak a bajnok lények, hogy korábban, minden korábban építsük meg őket, mert ez a hatalmas erőre tehetünk szert. Ez egyébként a Heroes 6 legelején még nem látszott, akkor gyengének tűntek a hetedik szintű lények, vagy hát a bajnok lények. Itt ebben a negyedik részben és most már 6-ban is, már nem látszik, most már erősek. Nagyon fontos karakterei és lényei a seregnek, ha már megvannak, előttetnek egy csatát, szimplán. Hát ennyi, amit akartam mondani a játékról, ennek a negyedik résznek adok egy olyan 84%-ot, többet nem érdemel, de nagyon sok pozitív van, egész jó kampány, jó ötletek, amelyek csiszolásra vártak, de mivel ilyen csőt közben adta ki a 3DO, pontosabban a kiadó a New World Computing, vagy nem, bocsánat, a 3DO kiadó csőt közben adta ki, és ugye New World Computing fejlesztette. Nem tudom, miért nem karolták fel később egyébként a New World Computing fejlesztő csapatát, mint más játékok esetében ez jellemző szokott lenni ilyen esetekkor. Itt sajnos ez nem jött össze, mert akkor talán még jobb ötödik részt kaptunk volna, mert az ötödik az jó rész volt, de kevés volt benne az újítás. Tehát ott már túl kevés volt talán az újítás a 3D-n kívül. Itt meg túl sok, amelyet ugye nem políroztak, nem egyensúlyoztak ki. Illetve a játékban nincs igazán olyan erős multiplayer sem, mint a 3-ban vagy az 5-ben. Mármint, hogy a lehetőségeink korlátozottabbak, internet, stb. Hiánya nagyon sokáig jelen volt ebben a részben, a patch-ek javították csak ki. Szóval pozitívumok és negatívumok bükrében ez a rész, de aki tényleg egy igazi ős Heroes rajongó, és az azt jelenti, legalább a második rész ott a nagy Heroes fan volt, annak szerintem a negyedik rész is egy próbát megér, és neki a pozitív jellemzői is előjöttek, lebegtek szemeik előtt a rajongóknak. Aki nem szerette csak a 3-at például, annak ez sem fog tetszeni, és az 5-6 se fog annyira tetszeni, ezt én megmondom nektek tapasztalatból. De aki konkrétan ezt a híró stílus szereti, aznak viszont 4 is, de nem, bizonyos aspektusok szempontjából tetszeni fog valamelyest. Legalább a kampány végigvitele az, amiben igazán jó, a multiplayerben mondom gyengébb, tehát arra ne számítsatok, hogy egy 3., 5., 6. rész multit kapnátok itt, nem. Én azt akartam mondani, úgy tudom tőletek, ez egy velős bemutató volt, és véleményező videó, de ez a játék, ez időt kér arra, hogy beszéljünk róla, mert van mit. Olyan pozitív és negatív múltja van a sorozat történetében, amelyről sokat kell mesélni. Úgy tudom tőletek, sziasztok!